A következő kísérletünkben a tengeráramlásoknak egy sajátos típusát fogjuk megismerni, mégpedig a különböző típusú, tehát a hideg és meleg tengeráramlatoknak a meglétét. Ehhez segítségül egy nagyobb méretű műanyag tálcát fogunk majd használni, amelybe vizet engedtünk, és a különböző hőmérsékletű tengervíz keveredéséhez pedig felforraltunk egy 4 deciliteres edényben vizet. Elsőként, hogy megbizonyosodjunk az áramlatoknak a meglétéről, egy hőmérőt fogunk használni, mégpedig a jobb szélén a tálunknak meg fogjuk mérni a víznek a hőmérsékletét. Ez a hőmérséklet 25 Celsius fokos most jelenleg. A vizet a tálunknak a másik végébe fogjuk beleönteni. Majd pedig a tengeráramlatok előidézőjét a szelet vesszük segítségül, amit ismét egy hajszárítóval fogunk imitálni. Bizonyítékul, hogy a melegvízünk eláramlott az eredeti forrás helyétől, ismét megmérjük az előbb mért helyen a víznek a hőmérsékletét. És nagyon látványosan a hőmérő higanyszála nagyon nagy mértékben emelkedik a skálán, és hogyha leolvassuk, akkor egészen 32 Celsius fokig emelkedett. Ez a természetben sincsen másképp, ténylegesen a Földön, tehát hideg és meleg tengeráramlatok léteznek. A tengeráramlatokat a szél mozgatja, az állandó szélirányok, és a különböző hőmérsékletű vizeknek a keveredését nevezzük vagy hideg, vagy meleg tengeráramlatnak. Mindig a jelzőt azt az érkező víznek a hőmérséklete a környezetéhez képest adja majd azt, hogy hideg vagy meleg lesz ez az áramlat.